Milyen volt az éved cosplayesként? Az idei évem eddig a legizgalmasabb volt, ugyanis nem csak Magyarországon voltam konon, hanem kimentem a bécsi Vienna Comics-ra is. Ez nem a Comic Con, ez a Vienna Comics, ez egy kisebb rendezvény, de nekem ugyanannyira tetszett. Nagyon-nagyon sok jelmezt csináltam, nagyon sok új emberrel ismerkedtem meg, és nagyon sokat fejlődtem. Cosplay szempontból nekem hát egész jó volt, bár sokkal többet szerettem volna csinálni, és nem volt túl sok idő már rá. LDP szempontból szerintem egészen sikeres évet zártunk, ha úgy vesszük. Igaz, hogy rengeteg munka van mögöttünk, és még előttünk is rengeteg van, hogy mindent befejezzünk rendesen, de először kísérleteztünk az idén a zöld háttérrel, és igen sikeres lett maga a technika, tehát megvalósítás szempontjából, már csak az a kemény munka van hátra ugye a képek kidolgozásával, ami nem kis meló. Nagyszerű évet zártunk, ugye, mint tudjuk, nyáron jelentünk meg, mint klub, a Bosszúállók Magyarországi Cosplay Klubja. Elég nagy sikerrel, szerencsére szeretnek minket, mi is szeretjük a rajongókat, úgyhogy üdvözlünk titeket, boldog karácsonyt kívánunk minden mondokonosnak, és mindenki, aki szereti a Bosszúállókat, küldjük majd nektek az ajándékokat. Nagyszerű, sikeres évünk volt, nagyon sok jó új emberrel és barátokkal ismerkedhettünk meg. Én azt mondom, nagyon-nagyon jó volt ez az év cosplay szempontból. Remek év volt. Ugye az 50 éves évforduló miatt a Star Trek-esek új jelmezekkel jöttek elő egész évben, úgyhogy egyszerűen frenetikus. Cosplay szempontból teljesen jó. Köszönöm. Hát én nyárin meg a őszin nem voltam, szóval... Azért jó volt, igen. Egész tartalmas, mert minden gonon más cosplaybe jöttünk, úgyhogy sokat dolgozott vele ő. Nem nyilatkozom, ő nyilatkozik. Ő csinálja a cosplayeket. Hát nekem elég termékeny, ugyanis idén csináltam meg a Star Trekből a Gyla cosplayt, és ez pedig a mostani alkalomra készült, ez egy Énár, szinte a Star Trekből, az Enterprise sorozatból. Hát jó volt szintén, hát együtt csináltunk mindent. Elég rossz, mert egy év alatt nem csináltam semmi cosplay, csak szóval egy év ez az első cosplayem, szóval. Tartalmas, azt kell, hogy mondjam. Nagyon sok mindent csináltam. Ez most már ugye a harmadik jelmezem, úgyhogy tartalmas, igen. Hát én nem igazán szoktam olyan sokat cosplayezni, olyan nagyon, hanem csak ilyen kisebbeket szoktam. És hát ez az igazából... Az első olyan nagyobb cosplayem, mert itt kiegészítőket is csináltam hozzá, és hát szerintem egész jó ahhoz képest, hogy eddig nem is csináltam semmit. Hát nekem nagyon semmilyen, ez a szépén volt kb. Egész végig. Köszönöm. Nekem ez az első cosplayem, de egész jó volt. Remek volt igaziból, 2-3 cosplayt is meg tudtam csinálni, úgyhogy örültem, tök jó volt. Mozgalmas. Kipróbáltam több cosplayt, és jövőre szerintem lazább lesz. Minden évben egyre mozgalmasabb az esemény naptárunk, mert azért majdnem duplájára nőtt a 3 évvel ezelőttihez képest a fellépési számunk, úgyhogy rengeteg helyen vagyunk. Azt hiszem most idén már kimaxoltuk, mert 150 fölött van a fellépéseink száma. Igazából nagyon eredményes, legutolsó mondokonon sikerült 2 díjat is besöpörnöm. Nagyon örültem neki, mert viszonylag még elég új vagyok ebben a témakörben. Remélem most is sikerül valami jó kis helyezést elérni, vagy egy jelölést. De majd meglátjuk, hogy mi lesz. Eddig nagyon jó, élvezem. Nekem is ugyanúgy. Vegyes érzelmekkel teli, voltak jók, rosszak. Csiká! Nyert! Sziasztok! Nekem nagyon jó volt, sikerült egy olyan cosplayt csinálnom, amit nagyon szeretek, úgyhogy remélem a jövő év is ilyen lesz. Nekem nagyon sikeres volt, mert hát végre elkészült a Kushina cosplayem, aminek hát nagyon örülök. És hát a következő cosplayt az a Asuna lesz a Shao-ból. Úgyhogy nagyjából így ennyi. Hát nekem ez az első mondokonom, és sajnos a paróka az nem érkezett meg, de a következőn, a tavaszén a Mikaszának fogok öltözni. Zajos. Filmbemutatók, sok filmbemutató, sok cosplay ötlet, sok új megvalósítandó terv, mint ahogy látod, úgyhogy zajos, és még nincs vége. Ugye ezt tudom én is elmondani, hogy
Hát szűkös szabadidő terén. De szerintem jó volt azért. Tehát végre egy kicsit... Tehát az új filmeknek köszönhetően végre egy kicsit mi is foglalkoztatva vagyunk jobban. És szerintem most már ez jobb, hogy a köztudatban jobban bejön ez a Star Wars-os élet. Tehát én örülök neki. Nekem nagyon jó volt, mert el tudtam jönni a nyári korra, és az őszire is, és nagyon-nagyon élveztem, úgyhogy szuper volt. Hát én is ugyanezt mondanám. Kicsit kreatívoskodtam, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon tetszett. Nekem nagyon jó, sikerült viszonylag sok cosplayt elkészíteni, és egy csomó jó emberrel megismerkedtem. Jó fej. Nekem ez volt az első évem, tavasszal kezdtem az egész cosplayezést. Azóta az összes versenyen, amin tudtam, elindultam. Egy csomó ismerős szereztem részben a versenyek miatt, részben össze-vissza szaladgálás miatt a rendezvényen. Igazából nagyon sok cosplayt csináltam is igazából. Nem tudom. Fárasztó. Kevő ugyanez, szóval. Terveztem ugye Harley-t, de a többi az nem nagyon valósult meg. Én nagyon büszke vagyok erre az évemre, mert Eurocosplay-eztem, és kétszer is zsűriztem idén, szóval szerintem így nagyon jó volt. Hát én hébe-hóba cosplay-eztem idén, sajnos munka mellett ez csak így jött össze, de amit összehoztam, arra büszke vagyok. Sajnos eddig nem versenyeztem, úgyhogy épp ideje volt összehoznom valamit így térre. Szeretem volna versenyezni, de nem jött össze. Úgyhogy mindig elkéstem az előzsűrizésre, úgyhogy eléggé csalódtam. Úgyhogy ideje volt, hogy na most fogok. Aztán meglátjuk, mi lesz. Tehát most nem késtél el? Most nem késtem el, kivételesen. Eddig háromszor sikerült. Ez az első, inkább élő szerepjátékokra járok. Tehát hogy ez az első konom, és szerintem ez az utolsó is idén. Elég jó volt. Főleg mondjuk csak ezt a jelmezt hoztam ki így a konokra, de ennek elég nagy siker volt, szóval örülök neki. Jókom volt. Nekem szar volt. Ez az egész, amit tudok mondani. Miért? Nem, úgy a konok úgy, ahogy jók voltak. Most ez a téli mondjuk egyelőre semmilyen. Az összes többi az jó volt, de úgy az élet meg olyan szar. Ezt tudom mondani. Hú, az idei év az nagyon változó volt igazából. Mint a legtöbb konosnak is... nem vagyok kifejezetten húdan egy cosplay, és inkább egyszerűbbeket csinálok, de mindig a legnagyobb problémunk mindenkinek készen volt-e, ez hiányzott, az nem, és ez a van egy jó ötlet, nem sikerült, és akkor valami utolsó pillanatban kitalálni B-tervet, ilyeneket. Nagyjából így. Nagyjából sikeres, de nem minden terv jött össze úgy, ahogy kellett volna. Én csak rögtönzök. Igazából nem is nagyon cépézek, csak így felveszek valamit, amire úgy gondolom, hogy jól néz neki. Szerintem inkább őt kéne kérdezni, mert én nem cosplayezem. Én nem régiben kezdtem, csak pontosabban össze voltam cosplayben, eddig csak nézegettem, hogy mások miket csinálnak, de szerintem jó, nekem összejött így. Így sikeresen az mai idei év. Én most ebben az évben nem cosplayeztem, most vettem föl ezt a cosplayt, mert annyira hiányolták az emberek. Gondoltam, akkor meglepem őket vele. Idei évem, ez az első cosplayem, és ez is sok vására volt igazából. Igazából cosplay szempontból ez volt az első évem, és rögtön 4 jelmezt is csináltam, úgyhogy elég termékenynek érzem. Igazából most annyira nem versenyeztem, egyszer versenyeztem, meg majd most fogok. Zsűriztem is kétszer, vagy háromszor. Úgyhogy próbáltam produktív lenni, de annyira nem ment, mint szerettem volna, de ráfogom a házfelújításra. Köszönjük. Hát idén én sem versenyeztem, igazából csak perfeztem kétszer. Crafton nem is tudom, hogy indultam-e, szerintem nem. Idén inkább én kisebb projektekkel jöttem. Hát nekem idén fele más a sikeredett, fele, amit terveztem, nem jött össze, a másik fele nagyon jól összejött, szóval így remélem jövőre jó lesz. Én sokat láttam színpadon, meg sokat láttam a kamera másik oldalán, úgyhogy nekem jó. Hát nekem a legjobban sikerült, azt hiszem, az eddigi összes cosplayes évem közül ez, mert kijutottam az Euro cosplayre, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve ezzel az évemmel. Nekem a telehold sokszor beleszólt ebben a történetbe, de azt kell, hogy mondjam, ilyen ez a vérfarkas lét. Elég izgalmas, tehát sikerült elég sok mindent összeverjálnom, tehát
És úgy, hogy én általában klubban jövök ki, és hogyha két napos kon van, akkor általában második nap más bimbe öltözök. És nagyon szeretem a steampunkot, mint ahogy ez látszik is. És gyakorlatilag az évben ez a negyedik ruha, amit összevariáltam, úgyhogy steam rendezvényre is külön más mibe tudtam menni. Tehát, és gyakorlatilag hulladékból is lehet steampunkot csinálni, úgyhogy nagyon praktikus, hogy találtam pár dolgot a padláson. Szóval nekem elég izgalmas volt, hogy mindig tudtam valamit alkotni, tehát amikor úristen, kérjek, kon van, csinálom a ruhámat ismerősök, akkor én meg az van, hogy ja jó, csinálok valamit. És annyira jól esett az, hogy igen, nem tudtam alkotni valamit. És mindenki el van állva, tehát hogy ilyesmit is tudok csinálni, tehát egy régi rádió. Régen tudott villogni, szirénázni, és ugye persze értem szerint rádiót is leadni. És nem tudom, mennyire hallatszik egy pillanat, de ilyet is tudok. Szóval én készültem. Nekem nagyon jó volt, főleg, hogy nyertem is díjakat. Én élveztem minden pillanatát. Az érdekesség, hogy nem nagyon cosplayzek, mint larpos vagyok kint, tehát ebből a szempontból nem tudom értékelni. De egyébként, hogyha csak jelmezeket nézzünk, akkor hoztam az átlagot. Spontán. Egy szóban összefoglalva spontán, de egyébként nagyon jó. Izgalmas. Igazából nincs összehasonlítási alapunk, mert körülbelül idén kezdtük el nagyjából ezt a dolgot, de igen, én is ezt mondanám, hogy spontán mindent, csak úgy eldöntöttünk hirtelen, és mentünk. Egész tűrhető, jó volt. Jó volt, igazából ezt a cosplayt, amit most rajtam láttok, kb. 2 hónap alatt csináltuk meg, de a végeredmény szerintem jó lett. Csóró. Hát úgy kb. Szintén. Amúgy jó volt. Idén annyira nem cosplayettem, inkább rendeltem, de remélem a következő évben több cosplayt tudok gyártani. Én is ugyanígy voltam, inkább rendeltem, mint vartam, mert lusta voltam, de ezt szeretném most, a varrógépem egy kicsit berozsdásodott, úgyhogy jó lenne végre varni. Én is szeretnék belehúzni a következő évben, most már van pár tervem, úgyhogy azt szeretném megvalósítani. Hát én már egy ideje nem cosplayezek, illetve karaktereket csak így originálba, és szerintem jövőre is inkább erre az originál vonalra megyek rá leginkább. Én sem vagyok nagyon benne ebbe a cosplayezésbe, csak így közösség miatt jövök. Nagyon érdekes, mert végzős vagyok a mesterképzésen, úgyhogy marhára nincsen időm semmire. Úgyhogy cosplay szempontjából egyrészt nagyon, magamhoz képest nagyon termékeny voltam, és ezzel együtt egy katasztrófa volt az egész. Lassú. Nagyon sok tervem volt a cosplayezés szinten, viszont nagyon kevés valósult meg belőle. Ez többek között belebontható a magánéletemnek is, de a magánélet után inkább most kezdett el beindulni az, amit el akarok érni, és nem egy olyan terv valósult most meg, amit már pár éve el akartam érni, és jön a következő. Lehetőleg már jövő év elején már látni fogják. Ezenben az évben elég keveset voltam kint, úgyhogy ez most egy felettébb jó kérdés. Nem voltunk aktívak idén. Ugye tavasszal voltunk a nagy csapattal, a Batárral, akkor indultunk performance versenyen. Az egy jól sikerült előadás volt, jól éreztük magunkat. Illetve mi ketten ugyanígy megpróbáltuk magunkat craftsmanship kategóriában, akkor egy originál jelmezt hoztunk. Azt is jól sikerültnek érezzük, kaptunk 2 jelölést. Illetve nyáron felkértek minket, hogy mit csináljuk a Mondokon megnyitóját, akkor szinte az egész Batár jelen volt Shingeki jelmezben, és össze sajnos nem tudtunk eljönni, úgyhogy végül is ez a 3. konunk idén. Egy kicsit kevésbé aktív, mint az előző évek, de most már sajnos csak ennyi fér bele. Szerencsére nagyon jó. Ez az évem, hát idén ez az első cosplayem. Igazából 7 éve is ez az első cosplay, mert javarészt megrendelésre csinálok jelmezeket, tehát így sajátként ez az első, úgyhogy de szuper, nagyon jó. Hát szerintem elég nehéz amúgy, ez a 2016-os év eleve egy ilyen semmi nem jön össze év volt, úgyhogy megcsináltam egy cosplayt majdnem fél év alatt, és egyszer sem sikerült viselnem idén. Egy elég nagy költségvetésű volt, egy Diablo 3-as Wizard. Úgyhogy hát majd jövőre meglátjuk, hogy mi lesz. Aktív. Szexi. Szomorú. Miért? Hát, mert nem készültem el. Nem tudom, egyébként ilyen
Divás. Sok cosplayt csináltam, és nem vettem föl sokat. Hogy milyen évünk volt? Jó. Szegényes. Eredményes. Elég jó, mert most így harmadjára vagyunk itt ilyen rendezvényem. Hát most voltunk először Playten is, és versenyeztünk is Playten páros kategóriában. Én úgy érzem, hogy nagyon jó. Szerintem rengeteget fejlődtem, mind varrás, mind pedig új technikák felfedezése terén. Tehát, ha azt nézzük, hogy mondjuk még a tavaly anime karácsonyra milyen cosplay-jel jöttem, ahhoz képest ez fényévekre van. Hát én igazából ugyanazt tudom mondani, mint a barátnőm, hogy ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt mi volt, hogy a szekrényből összekapartunk néhány ruhát, és azt hívtuk cosplaynek, ahhoz képest szerintem sokat fejlődtünk. Jó, nagyon jó. Nekem nagyon, nagyon bejött szerencsére. Fantasztikus. Elég jó volt. Sok mindent tudtam csinálni szerencsére, és remélem a következő is ilyen lesz. Köszönöm, nekem nagyon jól zárult. Ez az utolsó konom, és az idei legsikeresebb a Jean Grey volt nálam. Igazából az első cosplayem, tehát most próbáltam ki először, most öltöztem be először. Őszi konom voltam így egyáltalán itt. Már régebb óta is hallottam ezekről a dolgokról, csak most jutottam edáig, hogy ki is jöjjek. Szóval hát végül is jó. Igazából úgy látom, hogy én vagyok az egyedi Deadpool itt. Szóval aki teljesen be van öltözve, csak ilyen maszkosokat látok mindenhol, szóval elég nagy a sikerem, aminek nagyon örülök, rengeteg képet készítettünk. Nagyon jó volt. Elég jó volt egyébként. Annyira sok cosplayt nem csináltam, most inkább úgy voltam, hogy annyi pénzt nem tudok rááldozni, meg annyi időm se volt. Jövőre nagyobb projekteket tervezek inkább. Ez inkább csak ilyen szekrény cosplay, gyorsan hozzuk össze valamit szintű dolog. De egyébként volt egy nagyobb cosplayem, az elég jól sikerült, bár nyerni nem nyertem el semmit. Milyen éven volt? Jó éven volt, kellemes volt. Úgyhogy kijutottam sokszor a konra, úgyhogy szuper volt az egész év. Jó, mert három animéből is beöltöztünk, D-Gremenből, Kuroshitsuji-ból hetáztunk, és most vagyunk Pokémonba. Szóval egész sikeres volt ilyen szempontból. Jól éreztük magunkat, mindig sokan voltak, nagyon kedvesek voltak, de élmény ide jönni mindig. Hát eléggé tartalmas, nagyon sokat sikerült megvalósítani. Nekem is. Nagyon jó, minden, ahogy elterveztem, minden úgy sikerült, ahogy kellett. Szóval, nagyon jó volt. Elég síralmas, most nem készült el annyi, mint szokott. Fárasztó. Sűrű, és nem minden jött össze, de igyekeztem. Annyira nem sűrű, de jó. Hát én sem csináltam semmi újat, csak javítgattam az eddigieken, szóval majd jövőre lesznek tervek, most még nem. Egész jónak mondhatom. Úgy sikerültek, amiket akartam, kivéve most erre a konra, de jó volt. Mi nem sikerült? Mi nem sikerült? Tokyo Ghoulból Hinami. Akkor lett volna egy ilyen nagy, szánszerű cuccom hozzá, a Kaguneja, és hát ez nem jött össze, sajnos. Jó volt, bár nem tudtam minden cosplay-met befejezni, úgy, ahogy terveztem. Nekem nagyon érdekes évem volt abból a szempontból, hogy én ezelőtt még sose cosplayeltem. Tavasszal volt az első cosplayem, és ez pedig az első saját cosplay, amit én csináltam jó sok segítséggel. Úgyhogy ez egy nagyon felvilágosító év volt, hogy is fogalmazzak. Tehát, hogy egy új hobbit találtam, amit nagyon-nagyon szeretek. Szegényesebb volt az eddigi évekhez képest. Terméketlen. Jó, de most versenyeztem először, úgyhogy... Meg ez az első saját, amit saját kezüleg csináltam, úgyhogy örülök, hogy sikerült vele végeznem igazából. Elég sok tervem van a jövőre, úgyhogy... Köszönöm szépen, jó volt. Hát nem is emlékszem rá, hogy minek öltöztem be. Voltam valami rózsaszín ruhában, ez egy ilyen original cosplay volt, meg most ugye ebbe a kék ilyen alternatív Miku ruhában vagyok, és voltam még egyszer ebbe az évben Miku, ha jól emlékszem, úgyhogy elég változatos volt. Igen. És vidám! hogy mondjam, mi most vagyunk itt másodjára, mi nem igazán tudjuk, hogy mit jelent ez a cosplay, de hogyha... Hát az a jelmezet jelenti. A jelmezverseny, persze, mi nem vettünk benne részt.
Igen. Szóval igazából mi próbáljuk élni a hétköznapokban a cosplayt, és bár most ugye van rajtunk ez a jelmez, de mi valójában minden nap ezekben a ruhákban járunk. Ezt úgy hívják, hogy Dóti. Szállásnál is Dóti. Dóti. Így, aztán láttuk, hogy van ez a verseny, amit cosplaynek hívnak, és akkor láttuk, hogy nagyon sok versenyző részlet, hát figyeltük őket, nagyon ügyesek voltak, úgyhogy gratulálunk nekik ezúton is. Mi a Mahábharata című spirituál fantazinak vagyunk a két hőse, akit így megtestesítünk. Amit itt láthattok, Arjuna és Krishna szerepét öltöttük magunkra, ő Krishna, én pedig Arjuna vagyok. Igen, ez egy több ezer éves, mondhatni egyfajta hindu manga fantasy, ilyen spiritual fantasy-nak az eposzi átirata, a Mahábharata. Ugye Japán, Nepál, hát főleg India területéről származik, és szanszkritul lett ez még lejegyezve annak idején 5000, pontosan ma van a évfordulója, 5083 évvel ezelőtt pálmalevelekre. Állj, ezt át kell gondolnom, szerintem biztos jó volt. Lehet, van rossz év amúgy cosplayben? Olyan. Volt, akinek nem sikerült szinte semmi, és azt mondta, hogy ezért ez egy rossz év volt. Á, de akkor én szerencsés voltam, fogalmazunk így, és szerintem mit csinálsz? Jelentkezem, hogy én, nekem rossz évem volt. Ez az összes évem, amit rajtam látsz, tehát ennyi volt a cosplay-es évem. Hát kinek mi? Telhetetlen vagy. Ja. Nagyon gazdag volt cosplay szempontjából, mert minden korra új cosplay-jel tudtam készülni, ami anyagilag kicsit megviselt, de nagyon jó társaságot gyűjtöttem ezáltal össze. Úgyhogy ez az éve most nagyon bőséges volt. Hát drága. Drága, sok cosplayt készítettem, és hát elég nagy összegű cosplayeket, úgyhogy nekem ez most egy drága év volt. Hát nekem elég szegényes volt most ez az év, úgyhogy majd jövőre. Jövőre megpróbálok. Nagyobbat, többet, jobbat. Jó, gondolom. Ja nem, a nyári nem volt jó. Most így eszembe jutott. De ez most jobb idő, mint nyáron volt. Majdnem. Ugyanez volt, tehát így együtt éltük át ezeket a gyönyörű élményeket. Többnyire szoknyás fél évet zártam, passzul. Nagyon ráér, és innen toltam, ameddig lehetett. Viszonylag anime szempontjából egysíkú, de változatos karakterek szempontjából. So this year it was a really interesting year for cosplay. First of all, I started off with my original character, which is Romeo Queen. There are pictures on the internet on my page. Julius King cosplay. And now I came here again for the Anime Karachuan because, first of all, I didn't know that I would compete. But I got an email when I was at my sister's. And we looked at the email together, like, oh, there's gonna be a cosplay gala and everyone who was nominated before can come and compete. And I was like, oh, how nice would it be to come and compete again? But sadly, I don't have a costume because I don't want to go into the old one again. And then we went together to Hada and found everything, all of this. And now I'm here and competing again. And hopefully, this was done in 2 days, by the way. And hopefully everything's gonna be fine until the end of the year.